helyünket elfoglalva magasztaljuk a mi Urunkat, a 100. Zsoltárt végig énekelve, így kezdődik a Zsoltár, e földön ti minden népek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, advent 4. vasárnapján járunk, és ezen a mostani Isten tiszteleten szent leckeként a hegyi beszédből, tehát a Máté írása szerinti szent evangélium 5. fejezetéből olvasok föl néhány verset, a 13. verstől a 16. vers végéig terjedő szakaszt, tehát a Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 13. verstől a következőket. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Áldja meg a mindenható az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását. Imádkozzunk! Drága Urunk, te gyújts világosságot a szívünkbe, az értelmünkbe, hogy beragyogja ezt az Isten tiszteletet, ezt az egész napot, s még távlatosabban a hozzánk egyre közelebb érkező ünnepet. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk járni és megmaradni a te világosságodban. Abban a világosságban, amit adsz nekünk, a te fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban. És közösségi alkalomra, Isten tiszteletről, Isten tiszteletre adsz a te ígédben. E mostani Isten tiszteletre is ezt kérjük, Urunk. Azt a világosságot, amely a te beszédedet élővé és hatóvá teszi,
az életünkbe. Add, hogy az évezredes profécia, ami fölhangzik, megelevenedjen, bennünket megérintsen, belátásra késztessen, adott esetben irányváltoztatásra, azért, hogy járjunk a te világosságodban. Köszönjük az ünnepet. Hálás a szívünk, mert itt lehetünk. Ami hitünk szerint sokakkal együtt, akik szerte ezen a világon, ezen a mai napon a te nevedet segítségül hívják. És ami hitünk szerint, Urunk, velünk együtt énekelnek a mennyei Isten tiszteleten is. És áldott a te neved, hogy mi oda becsatlakozhatunk. Lehet, hogy a mi hangunk nem lesz olyan tiszta, mint az angyali kórusé, de add, hogy tiszta szívből és odaadóan, énekszóval és imádsággal imádjuk és magasztaljuk a te nevedet. Tekints le ránk, Urunk, és jöjj közénk. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Tessenek helyet foglalni, szeretett testvéreim, és a 391 számú éneket legyenek szívesek föllapozni. A régi reflexek működtek bennem, a régi énekeskönyvben ez a 312-es, de az újban a 390-es. A 390. dicséretet énekeljük, tehát várj ember szíve készen. Szeretett testvéreim, az az ige szakasz, amit az evangéliumi részlethez hozzáolvasok, és kérve a lélek erejét szólni kívánok róla,
Írva található a mai napra ajánlott ószövetségi igerészben, tehát Ézsaiás próféta könyvének második fejezetéből az első 5 verset olvasom. Ez az igehirdetés alapigéje. Tehát Ézsaiás könyvének második fejezetének az első 5 versét. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia, Júdán fog állni az úrházának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özöllik hozzá majd valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útjaira, mert az ő ösvényein járunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eddig Isten írott igéje. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerint elkezdtük olvasni az Ószövetség talán legnagyobb hatású könyvét, Ézsaiás próféta írását. Ha a hatását nézzük, akkor azt kell, hogy túlzás nélkül lehet mondani, hogy nagyon sok előkép megjelenik már itt, mint egy jó 700 évvel az Úr Jézus születése előtt, ami rámutat Jézus Krisztusra, illetve az ő közösségére. Ha az Isten éltet bennünket, akkor karácsonykor is majd ezen a nyomvonalon fogunk haladni. Nem baj, hogyha tudjuk, hogy az úgynevezett proféták, vagy író proféták, akinek a könyvei megtalálhatók a Szentírásban túlnyomó többségében, ítéletet hirdetnek. Leegyszerűsítve a dolgot, emlékeztetik Izrael népének a fiait arra, hogy mit jelent a szövetség, az Istenhez való tartozás. Hogy milyen elköteleződést tettek az Istennek. Ez leginkább akkor történik meg, amikor eltérnek az Isten útjairól. Azok az emberek, akik egy közösség elé tükröt tartanak, soha nem voltak, és ma sem népszerűek. Akkor, amikor megsimogatjuk a másik ember buksiját, azt leginkább szeretjük, meg szeretik az emberek. De akkor, hogyha emlékeztetünk, nem öncélúan, hanem azért, hogy legyen korrekció, legyen változtatás, legyen visszacsatolás az Istenhez, mert téves úton járunk, az nem szokott jól esni. Nagyon nagy valószínűség szerint annak idején Ézsaiás sem volt a legnépszerűbb ember Jeruzsálemben, mert legjobb tudomásunk szerint elsősorban ott élt és ott végezte a profétai szolgálatát. Ez a felolvasott ige szakasz azonban nem egy ítéletes profécia, éppen ellenkezőleg egy üdv profécia, amihez hasonlót természetesen találunk az ószövetségi irodalomban, de leginkább ez az, ami kisebbségben van. A teológusok nagyon sokat töprengenek azon, hogy igazából hogy is kerül ide ez az ige szakasz, mi ennek a háttere, és vajon miképpen alakult és szerkesztődött ez a bibliai könyv. Abban azonban a teológia tudománya egységes, hogy ez az Isten igéjétől ihletett, helyén való és érvényességet hordozó kinyilatkoztatás.
Az elkövetkezendő percekben erről szeretnék szólni. Az elején már fölhívom a figyelmet, hogy a profécia elsősorban nem Izrael népéről szól, de Izrael népének. És mi újszövetség népe, az ószövetségi Izrael népébe beleláthatjuk magunkat. Tehát az, amit a próféta egykor elmondott a honfitársainak, bár nem róluk szólt, az mégis érvényes rájuk. Ugyanez igaz mireánk is. Júdáról és Jeruzsálemről beszél a próféta. És a fölvezetésében elmond valamit, ami lényeges és fontos, hogy tudnék az utolsó napokban, a végső időben bekövetkezik mind az, amit az Isten neki kijelentett, és tovább mondjon. Azért, hogy tovább mondjon. Egy lényeges dolog, hogy ebben a proféciában is, és ez az Ószövetségben több helyen előfordul, Ézsaiásnál is megjelenik a Sion hegye. A Sion hegy alatt elsősorban is Jeruzsálemnek az egyik hegyét, több magaslaton épült az a város, kell értenünk, és nagyon nagy valószínűség szerint a templom hegyet. A proféta arról beszél, hogy ez a Sion hegy kimagaslik a többi hegy és halom fölött. Aki egy picit ismeri a vallás történetet, az tudja, hogy nem csak az ókor világában, hanem azután is a különböző vallási kultuszok a szakrális helyeiket leginkább magaslatokon helyezték el. Ott imádták és ott tisztelték az isteneiket. Az Ószövetség nem mondja azt kategórikusan, hogy nincsenek más istenségek, de azt Ézsaiás hangsúlyozza, hogy ezek közül kimagaslik a Sion. És a későbbiekben pedig azt is megfogalmazza, hogy onnan jön a tanítás. Onnan jön az érvényes, az élő és a ható, isteni szó, isteni kinyilatkoztatás. Hogy Jeruzsálem és a népek kapcsolatában, Izrael és a népek kapcsolatában kétféle irányultság van. A gyakoribb az, hogy a népek elriadnak és eltávolodnak, vagy ha jönnek is Jeruzsálem felé, akkor ártó szándékkal, pusztítással és hódítással. Izrael népe leginkább azt érte meg a történelem során, hogy elutasításban részesül, mert nem tudnak mit kezdeni a környezetében élők az egy Istenbe vetett hitükkel. Itt azt olvassuk, hogy nem ártó szándékkal, nem rombolással, nem pusztító agresszivitással, hanem az Isten iránti érdeklődéssel, hova tovább elköteleződéssel közelítenek a népek Jeruzsálemhez. Én nem azt mondom, hogy minden harmadik igehirdetésben, de lehet, hogy minden tizedik is igehirdetésben én is elmondom, hogy nekünk embereknek az Úristennel kapcsolatban kétféle irányultságunk van. Belül tessenek eldönteni, hogy melyik a gyakoribb. Az egyik, hogy távolodunk tőle. Azokra az utakra tévedünk, amelyek elvezetnek az Istentől, adott esetben az Isten házától. Lehet, hogy ez egy tudatos dacolás Istennel, közösséggel, de lehet, hogy talán észre sem vesszük, és nem az Úristen, hanem ennek a világnak a sodortatásába kerülünk. Van egy másik irányultság is, legyen hála az örökké valónak, az, amikor közelíthetünk ő hozzá. És megterhet a mi szívünk is, mint a profécia szerint, az idegen népeknek, azzal az óhajtással, hogy nem akarunk más tanítást,
Nem szeretnénk más eligazodást, csak azt, amit az egyedül igaz Isten ad. És abban szeretnénk elköteleződni. Én az idők folyamán megtanultam, hogy rábeszéléssel, hova tovább, papír beszéddel embereknek az irányultságát nem lehet megfordítani. El lehet ezt mondani százszor. Igazából nem ez hat, hanem az, amikor az Isten lelkének az erejéből, nem egyszer az Isten igéjéhez kötve, ott belül megfogalmazódik egy belátás. Amikor nem kérdés már az, amit a Zsoltáros föltesz, hogy vizsgálj meg Istenem, nem járok-e téves úton, mert rádöbbenek, hogy téves úton járok. Ami elvezet az Istentől, elvezet a fele baráttól, és a saját életemben is meghasonlást okoz, és a belátás nyomán meg lehet fordulni. És valósággá válik a Jakabi ige, közeledjetek Istenhez, mert ő közelíteni fog hozzátok. A felolvasott ige szakaszban nem találjuk meg a Szentírás egyik kulcs kifejezését. Nevezetesen az, hogy megtérés. De lényegileg erről van szó. Ez a belátás. Hogy ott van élet, ott van békesség, ott van boldogság, ott van megnyugvás, ahol az Isten szava elér, megtalál, betölt, és átjárja az életemet. Meg lehet fordulni. Abban biztosak lehetünk, azért küldi az Úr az ő követeit, a prófétákat, az ige hirdetőket, mert érvényességet szeretne a mi életünkben az ő szavának, az ő hívásának. Jöjjetek, és járjunk, és maradjunk meg az ő útaiban. Ennek a fordulatnak van egy etikai konzekvenciája is. Ez valahogy így szokott történni jó esetben, valamit átélek az Istennel való kapcsolatomban, ami megfordítja az életem irányultságát. És ebből fakadóan igyekszem valamit elvetni, letenni és félretenni. Ez a felolvasott ige szakasz nyomán ebbe a fogalomba summázható, tudnék az erőszakot és az erőszak eszközeit. Akkor, amikor megbékélek az Istennel, akkor nem akarok erőt venni a másik emberen. Akkor képletesen nem kezdek el hadakozni, mi leginkább talán nem karddal szoktunk hadakozni, de megint Jakab apostolra utalok, van egy olyan piciny testrészünk, amely lehet, hogy gyilkosabb fegyver, mint a kard, nevezetesen a nyelvünk, most nem öltöm ki a gyülekezetre, amivel nagyon is bele tudunk gázolni erőnek erejével a másik emberbe és a környezetünkbe. Mit mond a proféta? Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, adakozás többé nem tanul. Valamit ki kell mondani, szeretett testvéreim, hogyha a világ történelmet nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a proféciának a történeti hatása, hát az meglehetősen szerény. Mint hogyha a mai napig, azért ez a világ arról szólna, hogy erővel, adott esetben fegyverrel, bármit is elérni. Nem szeretnék ebbe elmerülni, itt mindnyájan tudjuk, hogy ebben a világban mennyi, micsoda mennyiségben halmozódik föl a fegyver.
És azt is pontosan tudjuk, hogy talán még normálisnak, meg felelős politikai vezetőknek a döntése nyomán, bár a történelem elméletileg tanítana, mégis elindulnak háborúk. Mert emberek azt gondolják, hogy ezzel el lehet érni eredményt. Hadd olvassak föl egy idézetet egy olyan írótól, aki sok szempontból megpróbálódott a 20. században. Vas Albertnek a Kard és Kasza című művéből egy néhány sort idézek. Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében is hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont veszélyt, ki másra bízza a munkát. Kétféle ember van ezen a világon, egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, és újra faraghatja, újra formálhatja, nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag. Az elvi igazságot és a tartalmat érezzük, mégis minthogyha ez a világ nem erről beszélne. Valószínűleg a lelke mélyén ezt Vas Albert is tudta. Mit mondjunk, szeretett testvéreim, itt egy utópiáról van szó. Egy olyan álomról, egy olyan vízióról, amivel az ember benső vágy álmait kivetíti az Isten világába, vagy pedig ennek a proféciának és ennek a jövendőlésnek, ennek lesz érvényessége. Szeretett testvéreim, nem hivatalból vagyok hívő ember, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az Isten igéje élő és ható és igaz. És itt utalok vissza, amiről beszéltem, hogy tudnék az utolsó időben, nem az emberek, legfőképpen nem a rossz szándékú emberek, de még csak nem is a jó szándékú emberek, a maguk béke terveivel, meg irányultságával fogják megteremteni a földi mennyországot és az örök békét. Erről Immanuel Kant értekezhetett, meg azóta is jó néhányan, hanem maga az Úristen. Az az Isten, akiről azt valljuk, hogy a semmiből ezt a világot létrehozta. Az az Isten, aki az ő fiában meghalt, de harmadnapra föltámasztotta az ő fiát. Nem utópiát kergetünk, szeretett testvéreim, hanem az Isten igéjében reménykedünk. Vannak ószövetségi proféciák, amelyek legfeljebb csak részben teljesedtek be, s talán olyan is, amelyik egyáltalán. A jelenlévő közül talán vannak, akik emlékeznek, bár persze az időtájt Magyarországon ez nem nagyon kapott publicitást. A 80-as évek közepén az egykori NDK-ban, aki esetleg nem ismerné ezt a rövidítést, a Német Demokratikus Köztársaságban evangéliumi talajon, evangélikus egyházból kiindulva elindult egy alternatív békemozgalom. Arra a fogalomra még azért vannak, akik emlékeznek, hogy mi is a béketáborhoz tartoztunk. Úgyhogy iszonyatosan ment a fegyverkezés a béketáborban. Most ott az NDK-ban ezek az evangélium által megérintett emberek ezt az ézsaiási igét komolyan vették. És egy nagyon szép szimbólumot, amit egyébként azt fölrajzolták, meg fölhímezték a ruhájukra, ezzel jelezve, hogy ez az út, amit az Isten mond. Mi lett a következménye?
hát teljesen természetesen a kor viszonyai között az elutasítás, a kirekesztés, a meghurcoltatás, adott esetben a bebörtönzés. Naív idealista álmodozók, egyfelől talán lehet ezt mondani. Másfelől azonban úgy gondolom, hogy olyanok, akik komolyan vették az Isten szavát és igéjét. És azt szeretném, és vélhetően ezzel nem csak én vagyok így, hogyha mi is ilyenek lennénk. Azzal együtt, hogy amit elmondtam, igaznak tartom, nem mi fogjuk a világ békét megteremteni. Egyedül az Úristen, neki van ereje és van hatalma. Egy valamit azonban tehetünk ebben a világban. Hogy az, amit tőle kaptunk, ez a világosság, ez a békesség, ez jellemezen is, ez határozom meg bennünket. Ez a mi küldetésünk. Hogy az Úr Jézus szava, az ő lelke átsugározzék rajtunk. Békességről beszélni egy héttel karácsony előtt, ez olyan kicsit közhelyesnek tűnik. Meg szoktunk is egymásnak békés karácsonyt kívánni. És nem becsülöm le, mert manapság már talán az is nagy dolog, hogyha legalább karácsonykor békét kötnek az emberek egymással. De adja mi Urunk, hogy ez egy életprogram legyen. Az etikai következménye annak, hogy járunk az ő világosságában, hogy munkáljuk az ő útjait, amely a békességnek az útja. Az Úr Jézus Krisztus, ő a mi békességünk. Az ő békessége és az ő világossága alakítsa, formálja az életünket, és tegyen bennünket az ő tanúság tévőivé, akik megélik és gyakorolják, hogy mit jelent az Isten igényéhez igazodni. Adja mi Urunk, hogy ez így legyen. Amen. Válaszoljunk énekszóval az elhangzottakra, a 391. dicséretet énekeljük. Az elmúlt napokban, testvérek, az esti Isten tiszteleteinken két csodálatosan szép adventi éneket tanultunk. Ezek közül ez az egyik, a 391. dicséretet végig énekeljük. A sötétség szűnni kezd már. Drága Urunk, Advent 4. vasárnapján azt kérjük, hogy ragyogtasd ránk a mi orcádat, és erősíts és segíts bennünket,
hogy jöjjünk és járjunk és maradjunk meg a te világosságodban. És ne ámítsuk és ne kábítsuk magunkat, bármi más, leginkább mesterséges vízfénnyel, hanem a mi eligazodásunk, a ma szép hajnal csillag, ami Urunk Jézus Krisztus legyen életünk minden dolgában. Adulunk, hogy a naptámadat, a fölkelő fény meglátogasson bennünket, átjárjon, fölmelegítsen, betöltse az életünket. Add, hogy a te igéd, Urunk, a hitünknek, az életünknek a zsinór mértéke legyen. És ne engedd, hogy más igazodást, eligazodást keressünk. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket, ezért jössz utánunk. Ezért szóltak egykoron a proféták, és hogyha a te lelked megeleveníti, ezek a profétai beszédek ma is élnek és hatnak. És megtörténik a csoda, hogy nem távolodunk, vagy nem távolságot tartunk veled, épp ellenkezőleg közelítünk te hozzád. Az ünnep, ami itt van előttünk, erről szól. A legdöntőbb lépést te megtetted. A magasságból eljöttél ide, az emberi homályba. Az erőszakos, háborús és sok szempontból békétlen világba. Attól, hogy meg tudjunk állni és el tudjunk csöndesedni. És egy megszületett gyermeknek a sírásában attól, hogy megértsük azt, hogy velünk az Isten. És attól, hogy ez a belátás utat, sorsot, életet fordító esemény, történés legyen. Úr Jézus Krisztus, szülj újjá bennünket, térítsd vissza a mi szívünket te hozzád, hogy meg tudjunk nyugodni te benned. Imádkozunk, Urunk, e teremtett világért. Nagyon sok nyomorúság jellemzi az embervilágot. Te adj belátást. Te adj bölcsességet. Te adj felelős pozícióban, státuszban lévő emberek számára jó belátást. Hogy ne hatalmi szempontok, hanem a rájuk bízottakért hordozott felelősség, az élet, a munka, az határozza meg a döntéseket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik elesett egészségügyi, egészségi és lelki állapotban készülnek a karácsonyra. Te gyógyítsd a testüket, a szervezetüket és a lelküket is. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik lehet, hogy vajmi keveset tudnak erről a világosságról, amiről az ige beszél, hogy hozzájuk is eljusson, hogy számukra is fölragyoghasson a Krisztus. Imádkozunk, Urunk, a szeretteinkért, a családunkért, egészen konkrétan azért, hogy te adj békességet az embertársi kapcsolatokban, családok között, barátságokban, gyülekezeti közösségben. Bizalommal kérünk. Mert tudjuk, hogy te többet is tudsz és akarsz adni, mint amit megfogalmazunk. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen. Kelj föl, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Amen. Tessenek helyet foglalni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szeretett testvéreim. A hirdetéseket kérem, hogy tessenek meghallgatni, az Isten tiszteleti rendet hirdetem. Délután 5 órakor Isten tiszteletet tartunk, szerdán egy Biblia órát, délután 5 órakor, amikor mozizni fogunk, filmet fogunk nézni. Ezt követően csütörtökön és pénteken úrvacsorai előkészítő Isten tiszteletet tartunk, 17 órai kezdettel, tehát az gyakorlatilag decemberben estének számít, 5 órakor csütörtökön és pénteken itt a templomban. Szombaton, december 24-én, Szenteste napján pedig délelőtt 10 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ez az Isten tisztelet, ez a gyülekezet minden egyes tagjának szól, és a szokásos módon nem kizárólagosan csak az ige hirdetés lesz a középpontban, hanem több olyan költemény, zeneszám és egyéb hangsúly, ami az ünnepfényét hivatott emelni. Szombaton tehát ez 10 órakor lesz. Karácsony mindkét napján délelőtt 10 órakor és az első nap délután 5 órakor tartunk úrvacsorával egybekötött Isten tiszteleteket. Ezekre az alkalmakra nagyon nagy szeretettel hívom és várom a gyülekezet tagjait. Jelentem, mert sokan kérdezték, hogy megérkeztek az évvégi kiadványainkhez. Azt jelenti, hogy a református bibliaolvasó kalauzt, a Calvin kalendáriumot és a református fali naptárt a gyülekezeti házba a könyvterjesztésnél meg lehet vásárolni. És még az ünnep előtt egy prédikációs kötetet szeretnék ajánlani a testvéreknek. A teológiai tanulmányaim során igazából két olyan nagyformátumú professzorom volt, akik nem csak 5 évig tanítottak, hanem most már mindketten a holtuk után a mai napig. Ezek közül az egyik dr. Szűcs Ferenc, aki 2 évvel ezelőtt hunyt el, és az idén lett volna 80 éves, erre az alkalomra jelentettünk meg egy kötetet az egyházkerület kiadásában. Ez egy prédikációs kötet, amely az ő szolgálati idejének a kezdetétől 1999-ig követi értelemszerűen válogatásban az ige hirdetéseit. A kötetnek a címe Szabadság és megkötöttség. 3 jelzőt szeretnék mondani, mind a 3 fontos, biblikus, református és jó prédikációk. Akik, lehet, hogy még vannak ilyenek, szívesen olvasnak ige hirdetést, jó szívvel ajánlom ezeket, ezt a kötetet, és benne ezeket az ige hirdetéseket. Az a jó prédikáció, amit 40 évvel később is el lehet mondani, mert annyira érvényes és annyira pontos, ezek ilyenek. Jó szívvel ajánlom. És akkor zárásképpen a másik tanult énekünk, amit a napokban vettünk elő, a 376-os számú ének. Ennek az első versét énekeljük, és a negyediktől végig, 376, első vers, negyediktől végig, ó jöjj, Immanuel. Örvendj, örvendj,
Amen.